Álmodni. Egyes. Hajnalban három órakor a nyírliget egy harmatos tisztásán bukkant rá a fiatal úrra, Clarisse, a barna provanszi leány, aki két hónapja lakott náluk. A fiatal úr egy galagonyabokor tövében aludt, még erősen világított a hold, és a tisztást eltakarták a nehéz fák. A leány leguggolt mellé, és úgy költögette. Leon, Leon, ismételgette kétségbe esetten. Leon úr, hát mi jutott az eszébe? Letícia asszony nem aludt egy minutát, azt hitte, az algíri rablók vitték el. Leon kadét kábult a nézet körül és felült. Értelmetlenül nézte a leányt, és bosszusan dörmögött valamit. Nem értem a mamát, mondta később hevesen. Algíri rablók, micsoda ötlet! Már párszor megmondtam a mamának, hogy ne féltsen, és ha már félt, bánom is én, de ne mondja meg másoknak, akik aztán azt hiszik, hogy engem félteni kell. A leány elmosolyodott, és mondani akart valamit, de hirtelen maga se tudta, miért eszébe jutott, amit tegnap este az öreg szolgáló mesélt neki, Leon úrfiról, hogy milyen egy méreg lakik ebbe a fiúba, szűzanyám, egyszer hat éves korában az anyja megverte, akkora volt, mint egy kis mérges patkány, és harapott. Szűz Máriám, mintha ma is látná, beleharapott az anyja hasába, mert csak odáig élt, úgy kellett letépni, karmolt, mint egy kis tigris. A mama nagyon jól tudja, hogy itt szoktam olvasni délután ezen a tisztáson, Tessék, itt van, itt van, amit én olvasok. Mit érdekel engem, hogy József citerázik? Hétig olvastam, azután jól éreztem magam, azután sétáltam, azután megint idejöttem, azután, azután itt szavaltam és énekeltem. Egyedül szavalt és énekelt éjszaka? Egyedül szavaltam és énekeltem, és gyönyörű, szép volt, mondhatom magának. Azután lefeküdtem és elaludtam, és egy nagy lepedő repült el a fák fölött. Most aztán jöjjön, Leon úr! Egy nagy lepedő repült, igenis, és a lepedőn ültek a zenészek, és messziről, messziről zenéltek, és trombitáltak. Mit zavarják az embert? Hát most menjünk, Leon úr. Nem magának beszélek, kis kisasszony, hanem magamnak, és még nem megyünk, mert előbb elmondom magamnak hangosan, hogy mit álmodtam az ajácsói erdőben, éjszaka, a fák között, és a repülő lepedő alatt. Elmondom magamnak hangosan, mert ennek az álomnak egyetlen szabát se szabad elfelejteni, érti? És itt kell elmondani, amíg még itt vagyok, mert csak addig látom, amíg idesüt a hold, hogy lássam. És Leon Kadit felállt, és hangosan elmondta magának és az erdőnek. Az a két fa volt két égben nyúló hegy, és köztük vezetett az út. És azon az úton jöttem én Párizs felé, és mögöttem borzasztó sok katona jött. És rettenetesen trombitáltak, és mint a mennydörgés vízhangját, úgy verte vissza az erdő a nevemet, mert mindenki a nevemet kiabálta. És borzasztó nagy csata volt valahol, és olyan tisztán láttam, mintha nem álmodnék, hanem valóban látnám, hogy egy völgyben verekedtek a franciák és a rómaiak és a rómaiakat Julius Cézár vezette, mert nekem szólt valaki, egy lihegő katona, hogy látták Julius Cézárt, egy szobában ült, gúnyosan mosolygott, és levelet írt a galloknak. Minek olvassa azt a sok csúnya háborús könyvet, Leon úr? Én a katonának nem szóltam semmit, hanem lóra ültem, és Marseille felé lovagoltam, s ott felmentem egy dombra, és távcsővel néztem az ütközetet. És a franciák karddal verekedtek, és visszaszorították a rómaiakat. Akkor odajött hozzám egy tábornok, és kérdezte, hogy most mit kellene tenni. És én azt mondtam, hogy nyitassuk ki Versailles-ban a palota kapuit, hogy kergesék ki Lajos királyt, hogy jöjjön ide. És kiabáltam hozzák ide, mert láttam, hogy baj van. És elfutottak Lajos királyért, és aztán jött egy katona, és jelentette, hogy Lajos király alszik nem jöhet. És én rettenetesen tomboltam dühömben, mert tudtam, hogy Julius Cézár azonnal itt lesz, és bekerítja a franciákat. És akkor a tábornok bután nézett rám, és én ordítottam, hogy csináljon valamit, de nem értette. Akkor valaki megint a nevemet kiáltotta, és én félrelögtem a tábornokot, és mulinékat vagdostam, és lerohantam a völgybe, és utánam a franciák, és én tudtam, honnan kell jönnie Julius Cézárnak, és folyton hangosan ordítottam, és végre mindenki velem ordított. És akkor embereket söpörtek el előlem, és egyszerre messziről, nagyon messziről, egy hegyen át láttam futni a rómaiakat. És megint a nevemet kiabálták, aztán jött egy Abbé, deréki gérővarkoccal a tarkóján, és sokat beszélt, hogy minek csinálunk ilyen lármát, a király nem tud aludni. És a végén maga lajos király volt ez az Abbé, a szemeit dörgölte, és pislogva nyafogott, hogy miért nem hagyják az embert aludni hiszen ez nem a parlament, de én nagyon fel voltam hevülve, és nem feleltem neki. És akkor udvariasan mosolygott, és azt mondta, hogy jöjjek be hozzá egy kupicára, itt lakik a közelben. Igen, ilyet álmodott Leon úr. És akkor együtt bementünk a verszályi palotába, és nekem még mindig ret tenetesen dobogott a szívem az izgalomtól, és a lakájuk hajlongtak, és bementük a király háló szobájába, és csupa aranyból és brokádból volt minden, még az ajtó is bronzaranyból volt, és leültünk, és Lajos király nagyon dicsért azt mondta, többet tudok, mint Julius Cézár. És én nem tudtam felelni, de a lakájuk hangosan kiabáltak, Cézár, Cézár! És hajlongtak, és leültettek egy sejem baldahin alá, és én féloldal dőltem, és úgy. Tettem, mint a egészen nyugodt volnék, és elfogulatlanul beszélgettem, pedig a szívem az úgy vert, hogy vert a szívem. Hát, szóval császárnak álmodta magát Leon úrfi. Nagyon szép álom lehetett. A kadét felfortyant. Ne zavarjon, Klarisz, kisasszony! Mit zavarják az embert? Ki magát ide? Olyan gyönyörű, olyan félelmetes volt. Miért nem hagynak aludni? Épp a legszebb részben zavart meg maga. Szerencsétlen, buta, épp a legszebb, legérdekesebb részben mikor kiküldték a királyt, és a lakájuk suttogtak. Császár, császár! És én fáradt voltam, és egy érdemrendes tábornok akkor fölém hajolt, éppen amikor maga jött, és ráncigálni kezdett Klarisz kisasszony, és éppen amikor maga ráncigált, akkor fölém hajolt, és ő költögetett, és női hangon beszélt valaki, egy királyné, és még hallottam is a hangját, mikor felébredtem kettes. Szír ébredjen, a császár követei szír. A császár nehezen nyitotta ki a szemét, és kábultan nézett a beszélőre. Szír, kegyes irgalmáért esedezem, hogy megzavartam az álmád, de oly nehezen ébredt, és Ferenc császár követei egy órája várnak a vörös teremben. Igen, a követek. Tegnap este kegyes volt elrendelni, hogy azonnal keltsék fel, ha megjönnek. A császár felült ágyában. Igen, tudom, már rendben van. Jól érzi magát, felséged? Sajnálom, hogy éppen most kellett ébrednem. És még néhány percig az ágyban üldögélve, a császár minnyájuk meglepetésére, még félálomban srévedezve, néhány egészen távol és ide nem tartozó furcsa szót ejtett. Kár, mert éppen olyan szépet álmodtam, éppen ebben a percben, mikor felkeltettek. A körülállók némán és hódolattal figyeltek. Azt álmodtam, hogy megint tizenöt éves vagyok, kadit a Márszei iskolában, és egy csodaszép, csodaszép erdőben ültem. Ó, micsoda szép erdő! Hajnalban egy üde szagos reggelen, de még sütött a hold, és minden remegett a szellőben, és 15 éves voltam, és egy bűbájus provanszi leány guggolt mellettem, fehér szoknyában, karcsú, fiatal térdei a hajamhoz értek, és valamit beszélt hozzám, de nem hallottam. Milyen kár, milyen kár, hogy már nem hallottam, mit beszélt. Szeretném tudni, hogy mit mondott nekem, és mit akart tőlem, és miért jött oda bátran, egyedül hajnalban egy csendes, elhagyott erdei tisztás közepére, ahol zúgtak a fák, és én egyedül feküdtem, egyedül és fiatalon, de éppen akkor keltettek fel. A körülállók zavartan néztek össze. A császár megdörgött a szemét. Ja, igen, a követek. Súhajtra tolt a félre a takarót. Várjanak, jövök. Aztán elmosolyodott, mint egy bocsánat kírűen, amiért félálomban elárulta magát. Az urak attól félnek, hogy beteg vagyok mi? Nincs semmi bajom, magamnál vagyok. Az álmok szépek, uraim, de hát az élet munka és nem álom, ugye? Jövök már.